Köszöntöm nézőinket! Önök Jegyzet című közéleti magazinunk legújabb adását látják. A mai műsorunkban két témát mutatunk be önöknek. Tartsanak velünk! Több fejlesztés valósult meg az elmúlt hónapokban, hetekben Baja környéki településeken. Sükösdön faluházat és pékséget, Felső-Szent Ivánon a mini bölcsöde új szárnyát, valamint érsek családon egy új útszakaszt adtak át. A beruházások nagyban hozzájárulnak a falvak lakosságának megtartásához. A válsághelyzet ellenére is beruházások mentek végbe több Baja környéki településen. A megkérdezett polgármesterek fő célja az, hogy a falvakban tartsák a fiatalokat munkalehetőséget biztosítva, továbbá az is, hogy a kellő infrastruktúra kiépítésével a vállalkozások számára is vonzóvá tegyék falvaikat. Sükösdön két projektet is átadtak nemrég, összesen mintegy 246 millió forint értékben. Az egyik fejlesztés a helyi faluházat érintette, az ingatlan kívülbelül megszépült, az elnyert közel 86 millió forintos pályázati forrásból pedig ki is bővült. Tamás Márta, a falu polgármestere elmondta, a beruházás egészen az előző évtizedig nyúlik vissza, így a településen élők régi álma vált valóra a tájház megnyitásával. Egészen 2015-re nyúlik vissza részünkről a kezdés, akkor az önkormányzat saját erőből vásárolta meg az ingatlant. Három évig a közfoglalkoztatási program helyi sajátosságok alprogramjából kezdtük el a felújítási munkálatokat, és a topos turisztikai pályázatból kezdetben Fajsz, Dusnok és Sükösd, mint dunamenti települések erre a turisztikai célra felépítve nyújtottunk be pályázatot, és folytattuk gyakorlatilag a felújítást, és igazából ebből a forrásból tudtuk befejezni az idén nyár végére. A modern gépek jóvoltából például a környéken élő madárfajok dalával is megismerkedhetnek a látogatók. Az épület fűtéséről pelletes kályhákkal gondoskodnak, amik belesimulnak környezetükbe, régies hatást keltve. Régi vágya volt egyébként ez már a falunak, hogy legyen egy ilyen típusú házunk, és ezt különösen a helytörténeti egyesületünk szorgalmazta. Ők már hosszú évekkel ezelőtt megkezdték a gyűjtést a településen, régi berendezési tárgyakból, mezőgazdasági, halászati eszközökből, ezeket tudtuk most fölhasználni, és ők az ő aktív közreműködésükkel került berendezésre két helység az épületben, és azt gondoltuk, hogy a fiataloknak, a gyerekeknek, de nyilván bármilyen másik korosztálynak is legyen egy kicsit modernebb, csábítóbb jellegű helység is. Így kerültek az interaktív szobába olyan eszközök, módszertani játékok, amik a térség növény- és állatvilágát mutatják be játékos formába az érdeklődőknek. A másik ilyen beruházás új munkahelyeket is teremtett a településen. A régi sütődét felújították, és új gépeket is vásároltak, mintegy 160 millió forint összértékben. Az ötletünk abból adódott, hogy 2019 nyarán nyugdíjba vonult a pékünk, több mint három évtizedes munkával szolgálta ki a települést, és olyan helyi recepteket fejlesztett ki, dolgozott ki, amik mindenképpen érdemesek arra, hogy ezeket megőrizzük. Tehát a hagyományos receptúra megtartása volt az elsődleges cél, és így nyílt lehetőség a péküzem megvásárlására, teljes felújítására és az eszközparkjainak is a felújítására. Gyakorlatilag így valósulhatott meg ez a péküzem, vagy inkább azt mondom talán, hogy újulhatott meg a beruházásból. A jelenlegi gazdasági helyzetben a fenntartás is kérdéses lehet a következő időkben, de ezt már átgondolta a testület, fejtette ki a polgármester. Az átadáson is, amire szeptember 30-án került sor, én úgy fogalmaztam, hogy egy nagyon hosszú útnak vagyunk a végén, ami tényleg sok tervezhető és nem tervezett feladattal is teli volt, de nyilván az ember érzi, hogy a java az még most jön, tehát a neheze most kezdődik. Nyilván ez is egyfajta kihívás, de én úgy látom a pékjeinkben is, és magam részéről is, illetve a képviselő testület részéről is, hogy
próbálunk minden lehetőséget úgy megtalálni, hogy, igenis működőképes lehessen az az üzem. Nyilván bennünk is még rengeteg kérdés van, hiszen egy-két hét után jelenleg a próbaüzemnél tartunk, most fognak megnyílni a lehetőségek a boltok felé, helyben és vidéken is. Hát talán majd egy negyed év vagy egy fél év múlva ebben az ember okosabban és többet lát. A Pékségben jelenleg 2 szakember dolgozik főállásban. Megrendelések függvényében ez a létszám 3 főre növekedhet, egy áruszállítóval és takarítóval kiegészülve. Felső Szent Ivánon a 2019-ben átadott bölcsöde bővült egy új szárnyal. A polgármester elmondta, az új, mintegy 75 négyzetméteres bővítés, 57,3 millió forintnyi toppos, 100%-os finanszírozású, vissza nem térítendő keretösszegből készült el. Az intézmény ezután nem csak 8, hanem már 15 gyermeknek tud nevelést biztosítani. A bölcsöde bővítés új építési engedélyköteles munka. Itt tulajdonképpen olyan energetikai paramétereket kellett vállalnunk és betartani, amivel megkapjuk a használati engedélyt. Ez szinte közelít a passzív ház irányába, tehát hogy minimális energiafelhasználással és CO2-kibocsátással tudjon működni. Fontos hangsúlyt helyeztünk a fenntartásra, így az épületre napelem került, hőszivattyús fűtést fog táplálni a napelem, aminek háromszoros jóságfoga van, így megháromszorozzuk a kapott energiát, és ezt padlófűtésre tudjuk felhasználni, ami szintén ezt az alacsony vízfő hőfokot hatékonyan tudja majd itt forgatni, és ebből adódóan látjuk el az épületnek nem csak az új részben, hanem teljes részben majd a fűtését. Ezen kívül foglalkoztatás szempontjából sem elhanyagolható, pillanatilag 4 munkahely van a meglévő minibölcsödékben, és az új csoport bővítéssel pedig legalább 3-3 és fél munkahelyet tudunk létesíteni. Tehát így 7-8 fővel tudtunk olyan helyi érdekes és értékes munkát teremteni, ami egy új szolgáltatás Felső Szent Ivánon. Vörös Szilárd polgármester elmondta, a fejlesztést a településen élő kisgyermekek száma indokolta, hiszen a falu népessége folyamatosan nőtt az utóbbi években. A népességben van egy lassú, de az alsó közszöböt megérintő mélypont utáni növekedés. A legalacsonyabb lélekszám 1830 volt, ami most már 1870 fő, és a 80-as évektől tapasztalható lineáris fogyást után egy lassú emelkedés indult el. De talán nem is kifejezetten a lakosságszám, hanem inkább az a tény, hogy helyben maradtak a helyi fiatalok, akik megházasodtak, korábban szinte nagy tömegben vándoroltak el. Ez a trend, mintha megfordult volna néhány évvel ezelőtt, és mivel fiatal házaspárok telepednek le, vesznek lakásokat, vagy családi ingatlanokat újítják föl. Így ennek köszönhetően, hála Istennek, megnövekedett a gyerekeknek a születési száma, ami kifejezetten indokolja ezt az új szolgáltatást. A következő időszakban is több újdonsággal készülnek a lakosságnak, például közösségi tér létrehozásával, valamint útépítéssel. Folyamatban van egy közösségi tér kialakítása a Szélmalomnál, ami év végére fog befejeződni. Ennek az a plusz élményeleme, hogy kemencét építünk, ahol az ott megőrölt liszből egy tanóra keretében a gyerekek interaktív módon készíthetik el tulajdonképpen a saját kenyerüket és süthetik meg, és minden mellett egyéb foglalkozásokon vehetnek részt. Illetve kihasználjuk ezt abból a célból is, hogy a jövőben zászlós hajója lenne egy nagy rendezvény a Szélmalomnak, aminek a neve Puliszka Fesztivál lenne, ahol nem csak búzalisztet, hanem a puliszkát kukoricából kell készíteni, így kukoricalisztet is őrölnénk, és azt a lisztet készítenénk el a Szélmalomba, és tulajdonképpen ez egy oktató tevékenység lenne. Milyen érdekes a világ, valamikor az egyszerű paraszti étek volt, ez mára pedig meg kell tanítani az emberekkel. Ezt egy fesztivál keretében szeretnénk a jövőben elindítani, ahol kézműves vásárral egészítenénk ki a rendezvényünket. De folyamatban van egy mezőgazdasági útépítése is, egy elkerülő útot építünk több mint 1 kilométer hosszban. Az útra a vidékfejlesztési program keretében nyertek támogatást, 100 millió forint keretösszegben tette hozzá. Ehhez 5% önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak. Érsek családon is új beruházást adtak át a múlt héten. A Vajas utcai útburkolat építése fontos mérföldkő a település infrastruktúrájának szempontjából. Az 536 méter hosszú útszakaszt mintegy 56 millió forintból finanszírozták.
A megvalósult projektből 49 millió forintot a vidékfejlesztési program elnyert összegéből. A felmaradó hányadot pedig saját forrásból és a helyiek támogatásával biztosított az önkormányzat. A polgármester elmondta, a további infrastruktúrális fejlesztések során még nagyobb szerepet kap a közösségi finanszírozás. Erre részben az energiaválság miatt van szükség. Felső Róbert augusztus 31-én több válságkezelési megoldást is bejelentett a közösségi oldalán. Arról kérdeztük a polgármestert, mit sikerült ezekből és hogyan megvalósítaniuk. Minden hónapban csinálunk újabb és újabb lépéseket, nem csak augusztus végén volt döntésünk, hanem szeptemberben egy sokkal hosszabb határozatunk, és októberben azóta is mondunk ki dolgokat, már csak azért is, mert van, amiben megegyeztünk, hogy mondjuk nem lesz rendezvény, de erre nincs határozat, akkor ebben az úgynevezett menedzsment tervben azért mégsem úgy tudjuk kimondani, mint a határozat lett volna róla. Én azt gondolom, hogy az az összefogás, amit ebbe a faluba látunk ki, már nagyon régóta, az most még erősebb lett. Én jó magam kétszer is voltam a szülőértekezeten az óvodában, ahol azért igen komoly lépések voltak, többek között a legkevésbé hatékony épület része a fűtés szempontjából az egész óvodának, az lezárásra került, és átkerültek a gyerekek az épület másik részére, a tornaszobába, illetve a művelődési házba is. És a szülők abszolút lelkesek, jó, nem örültek neki, hogy ez van, de elfogadták, meg megértették, hát mindenki mai világban él, milyen kihívások vannak, és onnantól kezdve én tényleg azt mondom, hogy azzal jöttek, hogy segítenek átpakolni, hogy nyilván megfelelőnek kellett tenni az egész épületet arra, hogy a gyerekek legyenek, villanybojler felszerelésétől a WC kérdésig sok minden, mindenki jött társadalmi munkába segíteni, és kérték, hogy nyissunk egy alszámlát, hogy ott hozzá tudjanak járulni a 15-szörös gáz árhoz, stb. Tehát én azt gondolom, hogy még majdnem, hogy lehet, hogy kicsit összébb is hozta az embereket. Igyekeztünk nagyon racionális dolgokat csinálni, tehát most a hivatalban az, hogy csütört, tehát pénteken nem vagyunk. Ezt a lakosság nem érzi meg, mert pénteken nem volt eddig se ügyfélfogadás. Viszont ami egy érdekesség, hogy a dolgozók azt mondták, hogy bevállalták, hogy hétfőtől csütörtökig többet dolgoznak, illetve van, aki home office-ba dolgozik pénteken. Ellenben azt mondták, hogy hú, de jó, hogy három napos a hétvége, és mindjárt egy kicsit mást is tudtak csinálni, és nem csak a hétvégi normál programot. Vagy például a könyvtárnál is abszolút jól sikerült összehozni a megoldást, a jó helyre költözött a könyvtár az épületben, kihasználva azt, hogy ott úgy is van egy házi orvos, aki miatt azt az épületrészt fűteni kell, akkor ott oda is át lehet költözni, nyilván nem az házi orvoshoz, hanem arra a szárnyra, akkor azt miért ne használják ki. A hivatal 4 napos munkarendre, de a könyvtár és a művelődési ház is módosított nyitvatartásra tért át. A mérőórákat folyamatosan ellenőrzik, a közvilágítás esetében pedig rugalmas elszámolást kértek a szolgáltatótól. Nem érezzük azt, hogy egyelőre nagy gondok lennének, azt látjuk, hogy megy az egész, aztán, hogy ez majd mit fog érni, azt meglátjuk, mert azért 11-szeres gázárral számolni azt nem lehet. Tehát azt látnunk kell az első számlát, és akkor majd látjuk, hogy mennyire fáj. De egy biztos, hogy azért nem tettük fel a kezünket. Tehát mi arra a menedzsment tervre, amire várjuk, hogy majd mi lesz a beltartalma, azért abszolút készen állunk, mert olyan adataink vannak, naponta olvassuk le a minden épületünk víz és gáz, villany és gáz fogyasztását, tehát látjuk, hogy mi van, és egyébként a dolgozók is látják, és nagyon odafigyelnek. Hozzátette, napról napra keresik a megoldást arra, hogy a későbbiekben hogyan tudják csökkenteni a kiadásokat. A számlákon lévő pénzeket használják jelenleg fel a fejlesztési projektek befejezésére, de továbbra is a közösségi összefogásban látja a fejlődés kulcsát Felső Róbert.
Az elmúlt időszakban az új telephely mellett egy kitüntetéssel is gazdagodott a Bajai Polgárőr Egyesület. Bokányi Zoltán a szervezet elnöke október 15-én a Kopácsi Sándor polgárőr érdemrendet vette át. A kitüntetés a legrangosabb elismerés, melyet az Országos Polgárőr Szövetség adhat. A Bajai Szervezet jelenlegi működéséről és az elért eredményről most következő beszélgetésünkből tudhatnak meg többet. Mai beszélgetésünk apropója az, hogy Bokányi Zoltán nemrég egy rangos elismerést vehetett el Budapesten. Köszöntelek. Köszöntelek én is itt irodánkban is a nézőket is. Ezúton is szeretnénk gratulálni ez az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm, jól esik. Ugye a Kopácsi Sándor polgárőr éremrendet vetted át október 15-én, ami a legmagasabb kitüntetés, amit az Országos Polgárőr Szövetség adhat. Milyen érzéssel töltött el ez a díj? Nagyon meglepett. Az volt az első érzés. Óriás nagy kitüntetés. Nagyon, tehát olyan emberek vették ezt eddig át, akiknek azért a munkássága nem csak a polgárőrség terén kimagasló, hanem úgy társadalom szinten. A legmagasabb nevek Mádl Ferenc, Göncz Árpád, és sorolhatnám a rengeteg embert, aki a 2000-es évek közepe óta a 2000-es évek közepe óta adandó díjban részesültek már. Óriási nagy megtiszteltetésnek éreztem ezt, hogy megkaphattam az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől, az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének a teljes jóváhagyásával sikerült erre a kitüntetésre szert tenni. Ugye egy másik aktuális dolog is van a házatok táján, ez pedig szó szerint a házatok, hiszen ugye nemrég új bázisra költözött a Bajai Polgárőrség. Ez hogyan valósulhatott meg, milyen folyamatok zajlottak le? Igen, közelmúltban itt az irodát, ahol most ez a kis műsor is készül, megkaptuk az önkormányzattól használatra. Ez az ingatlan fontosan változott mindig a funkcionitás az ingatlannak. Most sikerült úgy átszervezni az önkormányzatnak is a dolgokat, hogy birtokba vehettük az előző irodánk az Árpád utcába. Ő már épületszinten elhasználódott, senki nincs már abban az épületben. Nem is üzemel, mint irodaház, egyenlőre várja a sorsát, és ezt a helységet kaphattuk, itt önállóan vagyunk, teljesen berendezhettük, használhatjuk közeljövőben, mint Baja Polgárőr Egyesületi feladatokra, mint tudjuk használni járási koordinátori címemre a járásban hozzám tartozó 20 egyesület összefogása esetén is gyűlésekre, illetve rendezvényekre. Ugye a Bajai Polgárőr Egyesület 1996-ban alakult, ez alatt eltelt 25 év, ugye azzal a cél alakult meg az Egyesület, hogy a bajaiaknak a közbiztonságról adott érzetét növelje. Hogyan értékelnéd ezt a több mint negyed évszázadot, ami eltelt azóta? Mozgalmas volt. Szerencsére civil szervezetként a kitűzött célokat tudtuk hozni. Az alapfeladat ugye a lakókörnyezetünk, szűk lakókörnyezetünk biztonságosabbá, élhetőbbé tétele. Ez mindig is az alapfeladat volt, mindig is ez volt a gerince az összes feladatunknak, és a mai napig is ez, és a jövőben sem kívánunk ezen változtatni. Emellett mindig aktualitásként szereplő feladatokat, árvíz idején az árvíz, hóhelyzet idején a lakosság megóvása segítése, jelenleg a migráns helyzet, ami nagy plusz feladatot ró az Egyesületünkre is. Ezeket mind próbáljuk végezni kapacitásunk erejéig, de mindig is az első Bajaváros, a Bajaváros lakossága, közterületei közlekedés, biztonsági, fűságvédelem, időskorok védelme, ezekbe társszervekkel próbálunk részt venni, és emellett, hogy erőnk enged a többi feladatot is. Mint látható a falon, a rengeteg oklevél kitüntetés is bizonyítja azt, hogy az Egyesületünk azért évről évre próbál mindig fennmaradni, helytállni, és bizonyítani egy jogosultságát, nem csak a fennmaradhatóság, hanem hogy próbálunk újat is tenni az asztalra. A legmagasabb kitüntetések, ugye 2001-ben Bajaváros közbiztonságáért kitüntető címet kaptuk, és több évben elnyertük az év polgárőr egyesülete címet. A Bajaváros közbiztonságáért díjat azt az önkormányzat ítélte meg számunkra munkánk által. Az év polgárőr egyesületi címeket, azt meg szintén az Országos Polgárőr Szövetség az előző évben nyújtott munkánk helytállásunk miatt, mondom, azt már három ízben sikerült Bajára hozzuk. Itt szó esett az előbb a kapacitásról is, itt az emberek ez nagyban hozzájárulnak. Hányan teljesítenek jelenleg szolgálatot, illetve milyen forrásokból tartjátok fenn a szervezetet? 34 fős most a tagságunk,
Tavaly évben két fővel bővült szerencsére, és fontosan várjuk azon jelentkezőket természetesen, akik alapelveinkkel egyetértenek, és fel tudják vállalni azt, hogy ez egy karitatív önkéntes munka, ami ezért ugye fizetést nem kapunk. Szabadidőnkből, családunktól, pihenőidőnktől elvéve az időt teszünk a környezetünkért, magunkért is, hisz mi is ebben a városban élünk mindannyian. A forrásaink azok többféle forrás létezik, mindegyik egy-egy kevéske, ami kitesz egy nagyot, amiből mi élni próbálunk. Az Országos Polgárőszövetség központi támogatása, önkormányzati támogatás, pályázati pénzek, illetve vállalkozói magánszemélyi adományok, ezeket tudunk befogadni, adó 1%-ot tudunk befogadni. Ezek teszik össze azt a keretet, amiből él az egyesületünk évről évre. Hogyan és mivel tudjátok segíteni a rendőrség és a többi rendfenntartó szervezet munkáját? Mennyire működnek együtt ezek a szervezetek Baján, és milyen a kapcsolatotok velük? Nagyon jó Baján a kapcsolat. Nem csak nekünk a társszervekkel, hanem úgy vettem észre, hogy a társszerveknek egymás között is. Nem csak probléma esetén van azonnal kapcsolat, hanem békeidőben is fontosan egyeztetünk mindenkivel azért, hogy föl tudjunk készülni, ami esetleg várható probléma. Ugye nem vár problémára, senki nem tud fölkészülni, de évszakos turisztikai problémák, nem is problémák, feladatok, mindig tudjuk, hogy körül mik állnak előttünk, és ezekre felkészülünk. A rendőrséggel, a katasztrófavédelemmel, önkormányzattal, az önkormányzaton belül a városőrséggel folyamatos a kapcsolat, megosztjuk a feladatokat, legtöbbször rendezvényeken ezek a szervezetek együtt vesznek részt, és mindenkinek megmondja a saját feladata. Heti, két heti, havi koordináció, mindig értekezünk, illetve folyamatos telefonkapcsolat, bármikor bárkinek kérdése van, ötlete, az keresi a többit, és mindig működnek a dolgok. Itt elhangzott a múlt már, most a jelenről is hallhatunk egy kicsit. A jövőbeli tervei mik az egyesületnek? Érdekes időszak előtt állunk, nyilván ezt nem kell lecsetelni. Mi se tudjuk még, hogy mi lesz a jövőbeli tervünk. Amit mondottam, az biztos, hogy az alapfeladatainkat szeretnénk továbbra is becsülettel elvégezni. Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, szeretnénk továbbra is az ifjúságvédelem, hisz a nem csak ez a gazdasági helyzet érdekes, hanem a fejlődése nem áll meg a világnak attól függetlenül. Nyilván lassulni fog, de most például beadtunk egy pályázatot, amivel szeretnénk a jövő évben Bajára is elhozni egy olyan előadást a rendőrségnek az ifjúságvédelmi szakemberével közösen, ami az internetes zaklatás, az internetes világ bugyrait meríteni ki, és készíteni fel a fiatalokat egy kicsit arra, hogy ők biztonsággal használhassák a világhálót. Ugye elhangzott az is az előbb, hogy egy elég érdekes gazdasági helyzet van jelenleg, ez érinti a rezsiáraktól elkezdve az üzemanyagárakig, tényleg mindent. Ilyen helyzetben hogy tud egy non-profit szervezet fennmaradni? Észre. Mindenféle kapcsolatokat, erőforrásokat meg kell mozgatni, meg kell nekünk is hozni azokat a döntéseket, amiket mindenki másnak. Mi is nyilván egyre többet fogunk kerékpáron gyalogosan járőrözni, mint autóból. Előtérbe kerülnek azok a feladatok, amik ezen eszközökkel végezhetők. Hozzá kell szoknunk. A polgárőrség fennállása alatt volt már ilyen, nyilván nem a gazdasági megszorításból, hanem amikor alakult a polgárőrség. Én 2000-ben lettem polgárőr, 2000-es évben léptem be Apai Polgárőr Egyesület tagjai közé, onnantól tudom én számítani. Nem mindig voltak járőrautók, nem mindig voltak robogók, rengetegszer jártunk, annak idején is gyalog, saját autókkal. Elvégeztük akkor is a feladatunkat, azokkal a technikai feltételekkel lett megalapozva, ami most van. Tehát abból nőttünk ki. Nyilván vissza kell nyúlni az alapokhoz, el kell kezdeni újra az olcsóbb működést felállítani, hogy utána biztonsággal meg tudjunk maradni, amikor átvészeljük ezt a helyzetet, és tudjunk utána újra a meglévő technikai eszközök összes bevetésével ugyanilyen elánnal dolgozni, mint ezelőtt. 20 éve léptél, több mint 20 éve léptél be ezek szerint. Mi az, amit neked személy szerint a rengeteg elismerésen kívül adott ez a szervezet? Nagyon sok mindent. Gyakorlatilag itt lettem felnőtt férfi. Én a 18. születésnapom után, amint lehetett, akkor léptem be. Egy nagyon jó, akkor pár évig működő klubon keresztül ismertem meg a polgárőrséget. Ez annak idején Bagoly klub volt, nyilván sokan ismerik. Ez arról szólt, hogy fiatalok szombatestéket eltölthették egy olyan helyen, ahol biztosan nem volt alkohol, biztosan nem volt kábítószer. Jól érezhették magukat, ha jól emlékszem, akkor az Eötvös József főiskola
pályázatából, vagy mozgósításából jött létre ez a lehetőség. Biliárdozhatunk, pingpongozhatunk, dárcozhatunk, kártyázhatunk, videózhatunk, zsíros kenyér, tea, valami mindig volt, és eltölthettünk egy szombatestét olyanok között, akik nem szerettek diszkóba járni, vagy nem szerették azt a nyűzsisebb szombat éjszakát, és rengeteg társam, akik ott voltunk, lett rendőr, tűzoltó, tehát ebben a szférában nagyon sokan mozgunk. Tehát onnantól kezdve a mai napig rengeteg mindent kaptam a polgárőrségtől. Valójában így felsorolni nem lehet, ezek mindig úgy jönnek, ezek az emlékek, és valószínű ezek az összessége az, ami ehhez a díjhoz vezetett, hogy így gondolkodok a mai nap. Bokányi Zoltán, köszönjük szépen a beszélgetést, és további sikereket kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek jó egészséget a következő időszakhoz is. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Friss magazinnal legközelebb 2 hét múlva szerdán jelentkezünk. Akkor is tartsanak velünk. Adásunkat visszanézhetik YouTube csatornánkon. További szép estét kívánok!